Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársam! Hallgatva önt, úgy látszik, hogy az a régi jó szokásuk, idézőjelbe téve a jó jelzőt, megmaradt, ami az emberek félrevezetését jelenti, hisz olyan számokkal jött elő, olyan adatokkal jött elő, és olyan megállapításokat, állításokat fogalmazott meg, amelyek nem állják ki az igazság próbáját. De nézzük a tényeket, nézzük a számokat. Ön itt a minimálbérről beszélt, nézzük meg, hogy 2010 óta hova növekedtek a minimálbérek. Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum, a szakmunkás bérminimum. 2010-ben, amikor ők kormányoztak, és ön például államtitkár volt, 73.500 forint volt a minimálbér, ez 2018-ra 138.000 forintra növekedett. Ez durván 90%-os emelkedést jelent, ha nominálisan nézzük ennek az értékét. A garantált bérminimum még ennél jobban növekedett, az több mint duplájára növekedett, 180.000 forint a garantált bérminimum, máshogy fogalmazva a szakmunkás minimálbér. Tehát jelentős mértékben emelkedett a minimálbér, de ennek hatására is, és annak a gazdaságpolitikának a következtében és köszönhetően, amit az Orbán kormányok az elmúlt 4 évben, 8 évben végeztek, nem csak a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett nagy mértékben, hanem az egyéb szinteken levő bérek is. Ez azt jelenti, hogy a bruttó bérek, átlagbér 320.000 forint körül mozog, és 216-217.000 forint a nettó bér, tehát jelentős mértékben emelkedett, hogyha reálértékben nézzük a béreknek az emelkedését, közel 40%-kal emelkedett a reálbér. Mit tettek önök annak érdekében, amikor kormányok voltak 2002 és 2008 között, 2010 között, hogy a bérek emelkedjenek? Nem, hogy emelkedtek, volt olyan év, amikor a reálértékét nem tudták megőrizni Magyarországon a bérek. Önök kérnek számon a mi kormányunkon olyan dolgokat, ami mondom az igazság próbáját sem állják ki, mikor pont az ellenkezőjét tették annak idején, mikor az önök kezéből volt az irányítás, pont az ellenkezőjét tették. De természetesen meg kell nézni azt is, hogy mit tettünk a lakhatásért, a lakhatási feltételek javítására, és mit tettek önök annak idején. 2010 előtt önök, a baloldali kormányok felszámolták azt az otthonteremtési rendszert, ami a 2002 előtti időszakban, az első Orbán kormány idején egy jelentős építőipari növekedést tudott felmutatni, ami nem csak az építőipari cégeknek a teljesítményében volt mérhető, hanem megépített lakások számában is. Medgyessy Péter 2002-es választási ígéretével szembe menve, akkor is, most is azt lehet mondani, hogy megint félrevezették az embereket, vagy hazudtak nekik. Szétverték, csökkentették az adókedvezményeket és a kamattámogatásokat, szigorították a hitelfinanszírozást. Többek között ennek volt a következménye, az a devizahitel, amit önök, devizahitel felvételi boom, amit önök nem akadályoztak meg, és az önök segítségével adósítottak el családokat és vállalkozásokat. Az otthonteremtési rendszer felszámolásával belekényszerítették a magyarokat, ahogy mondtam már, a devizahiteleknek a felvételébe. Mindennek következményeként 2002 és 2010 között a lakossági devizahitelek összege, nem elnéztem a számot, 140-szeresére emelkedett, tisztelt képviselőtársam. Önnek van bátorsága számon kérni bármit is az Orbán kormányon? A Gyurcsány kormány katasztrofális válságkezelése 2008-as gazdasági krízis miatt drasztikusan megváltoztak az árfolyamok, többek között a devizahitelesek ezért is kerültek nehéz helyzetbe. Ez ellen sem tettek önök semmit. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még a parlamentben a nyár végén azt mondta, hogy ide nem fog begyűrűzni a válság, majd 2 hónap múlva vagy 3 hónap múlva kényszerült mondani, mert akkor sem mondott igazat. Ugye, ahogy Dömötör államtitkár úr mondta, már akkor hazudott éjjel meg nappal, félrevezette az embereket. Több százezer magyar család került így kilátástalan helyzetbe az önök felelőtlen gazdaság és társadalompolitikája miatt. Önöknek van bátorsága számot kérni bármit is a magyar parlament mostani összetételén és a magyar kormányon? Hajléktalan ellátás. Az október 15-én, tehát ma életbe lépő változások célja a hajléktalanok védelme és természetesen a közrend védelme is, a közterületeknek a védelme is. Lehet, hogy ön szerint, vagy önök szerint ez nem emberhez méltó dolog, de az a kérdés, hogy közterületen élni az emberhez méltó, mert ezek szerint önök ezt annak tartják, hogy az emberek közterületen, télen, nyáron közterületen élnek.
életvitelszerűen ez emberhez méltó élet önök szerint? Mi nekünk az a véleményünk, hogy a kormánynak kötelessége egy segítséget nyújtson az rászoruló embereknek, többek között ez az intézkedés ezért született meg, hogy megfelelő helyen tudják államra hajtani a fejüket a hajléknak. Köszönöm, elnézést, elnök úr.